A Brexit utáni Londonban kell talpon maradni egy új videójátékban. A Watch Dogs Legion-t az E3 kiállításon mutatta be egy francia cég, a Ubisoft. A játékban a feszültség alapja, hogy migrációs válság alakul ki, mert emberek tömege akar visszajutni az EU-ba. Clint Hocking, a fejlesztő cég kreatív igazgatója, így magyarázza a játék világának körülményeit. Autoriterek veszik át a hatalmat, a gazdaság összeomlik, magánalapon szerveződő militáns csoportok jelennek meg. A városszerte kiépített megfigyelő hálózatot, ami 75 éven át védte a polgárokat, most az emberek ellen alkalmazzák. A nem kívánatosakat kiszűrik és kiűzik az országból. Detszek néven kialakul egy ellenállási mozgalom, ami egy jobb világ építéséért küzd, magyarázza a játékot a kreatív igazgató. A termék koncepciója a bemutatást követően azonnal vitatottá vált. Annak ellenére, hogy erős túlzásai miatt egyértelműen szarkasztikus a játékvilága, bírálói szerint ez a fajta negatív utópia sértő.